Ablak az örökké valóságra. Ez a című az egyik időszaki kiállításnak az új múzeumban. Olyan tárgyi emlékeket gyűjtöttek össze az intézményben, amelyek eddig más múzeumokban vagy templomokban voltak elhelyezve, mondta a 35 perc című műsorunkban a múzeum igazgatója Szabó Irén. Nehéz lenne egyetlen műtárgyat kiemelni. A kiállítás első nagy tematikus egysége az a Fa templomok világa címet viseli, és azokat az alkotásokat láthatják itt a látogatók, amelyek Magyarországon az egykori Munkácsi egyházmegye területén egészen a 18. századig ugye fa templomok voltak többségében, ezek a fa templomokat elbontották, kőtemplomokat építettek, viszont azok az ikonok, amelyek ezekben a fa templomokban voltak, ezek megmaradtak, valahogy áthagyományozódtak a kőtemplomokban és megőrizték. Ezekből van egy gyűjteményünk, és ezeket láthatják. Az első műtárgyunk, amit a kiállításon láthatnak, oszlopos Szent Simeonnak az ikonja. Ez azért is különleges, én személyesen is nagyon szeretem. Ez az ikon Makoshogykáról származik, ott ma már nincs görögkatolikus közösség, a Sárospataki görögkatolikus templom őrizte meg ezt az alkotást, és az 5. században tisztelt oszlopos szentet ábrázol, nagyon különleges, letisztult ilyen görögös stílusban, és ennek a szentnek a tiszteletét a 17.-18. században egy tokajhegyaljai közösség választotta magának védőszentül. Tehát azok a kulturális összefüggések, amik a keleti egyház kulturális hatását és jelenlétét megőrizték egészen a 18. századig itt Magyarországon, ezek épp a fa templomok világának az ikonjai. A múzeum nem csak kiállító tér, hanem kutatási központ is. Lehetőség nyílik arra, hogy a tárgyi emlékeket restaurálják, és kulturális eseményeknek is helyt adjon az intézmény. Éppen azért, mivel a görögkatolikus egyháznak Magyarországon nem volt múzeuma, nem voltak olyan gazdag püspökségek, olyan paloták, ahova esetleg ilyen műtárgyakat össze lehetett volna gyűjteni, az egyházunk anyagi helyzetesen tette ezt lehetővé az elmúlt évszázadok során, ezért az egyházunkhoz kapcsolódó történeti és művészeti emlékek Magyarország más múzeumaiban találtak otthonra. Ezeket a kutatóink most már lassan feltérképezik, hogy hol mi található, de 1983 óta, mióta Timkó Imre püspök megalapította a görögkatolikus egyházművészeti gyűjteményt, a hozzánk tartozó egyházunk életéhez kapcsolódó kulturális tárgyanyagot ide gyűjtjük. A múzeum május 1-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt, de csoportok, iskolai osztályok jelentkezését már várják az intézmény munkatársai.